Kisvárda Mastercard mezőköves Zsóri FC mérkőzés következik az OTP Bankliga NB1 második fordulójából. Nem egy nagy bravúrja volt az elmúlt fordulóban a DVSC ellen Hindriknek, miközben Asani remek labdája, Ilievski helyzetben, Ilievski véd a kapust, de még mindig ott van, Kamaj, gól! Asani passzát egyébként muszáj kiemelnem, szenzációs indítás volt, Ilievski befejezése kevésbé sikerült jól, ez viszont nagyon higgadt itt Kamajtól. Kallai. Az jó, Cseri nem hagyja ott lövése, hanem ő maga lövi el, Hindrich kipattan róla, Vranjanin rúgja el onnan végül. A 35. percben járunk, 1-0-ra vezet a Kisvárda Kamaj góljával. És ez egy remek meglátás, Ilievski fejjel tovább, Kamaj így zicserbe kerül, hát ne. És piros lapot ad Andó Szabó Sándor. Ha ez nem, akkor mi a veszélyes játék? Kamaj lövi, kijön Tordairól, és 2-0, mert hogy nem emelkedik az ászló, ezek szerint nem volt les. Na nézzük még egyszer, itt a szabadrúgás valóban nem tűnik úgy, hogy les lett volna. Elnyik pedig villámgyorsan lereagálja ezt a kipattanót. Tordai nagyon szerencsétlenül ért hozzá a labdához. Lehet, hogy még egy mezőkövesdi támadás fér bele itt a végén. Cseri, ez nagyszerű labda, Kállai. Három védő, két támadó, Kállai vár még, most át a hosszúra, Vajda átveszi, jobban a lövés, és bepattan! Szépít a mezőkövesd az első félidő hajrájában. Itt van Kállai, aki az utolsó pillanatig kivár, és rendkívül pontosan ível oda Vajdához, aki át is veszi, és nagyon szerencsétlenül ér hozzá Leóni. Az ő combjáról pattan be, Hindrich simán védte volna ezt a lövést egyébként, bár nem biztos így utólag megnézve. Most minden esetre egy kisvárdai szabadrúgás következik, miközben Tordai rendezi a sorokat. Jön az ívelés, a hosszúra, Makovszki középre, és bent van végül. Ilievski csak megszerzi első gólját Kisvárdán. Okosan tette vissza középre egyébként a lengyel. És Ilievski végül meg tudta oldani. Kovácsics gyönyörű passz Ilievskihez, két üres ember. Ez így gyakorlatilag zicser, Makovszki beveszi a jobb lábára, és egy óriási gólpunkt. Na hát Rafa Makovszki kezdi megmutogatni az oroszlán körmeit. Ez a passz Makovszki átveszi, és még arra is van ideje, hogy toljon rajta kettőt, hármat, míg igazán ideális lesz a szög. A védőkre Asani felé a passz, Heles érkezik a bal oldalon, Asani nem passzol neki, inkább Hely Viktornak jobbra, Hely egy csellel, aztán a lövés, Tordainak kell védeni egy nagyot. Az szűkre sikeredett bírótól, Besirovics indul meg vele, és Molnár teljesen üresen meg is kapja Molnár helyzetben, és mellégurít végül. Asani, Gobá lehet bajban, jóval gyorsabb Asani nála. Aztán a középre tett labda, ha ide okos volt pedig ez a passz Asanitól. Egy fiatal, saját nevelősű játékos, tehát újfent, miközben újabb gólhelyzet, és ez gól. Na nézzük meg még egyszer, Molnár indítása nem igen volt ez les, és gyönyörűen kapásból Jurina a hosszúba. Ez szépségdíjas találat.